nem mindennapi dolog, hogy magyarok egy holdat feleznek fel, ráadásul a naprendszer külső részén. Hogyan sikerült rátalálni erre a viszonylag nagyméretű égitestre? Hát a égitest, amiről szó van, az a 2007 OR-10. Hát ez egy jól ismert, nagy darab Neptunuson túli égitest, amiről nagyjából egy évvel ezelőtt volt egy cikkünk Pál András kollégám vezetésével, amiben kiderült, hogy ez a harmadik legnagyobb, nevezzük törpebolygónak, törpebolygó itt a naprendszer külső részén. És az is kiderült, az a Kepler űrtávcső K2-nek nevezett programja vagy missziójában készült mérések alapján, hogy ez egy nagyon lassan forgó égitest. 45 óra a keringési ideje. Sokkal lassabb, mint ami a tipikus forgási sebessége ezeknek az égitesteknek. A legvalószínűbb oka ennek, hogy van egy kísérője, ami lelassította az ő forgását. És hát eddig nem tudtunk róla, hogy létezne holdja. Tehát a holdra mutató jelek már elméleti számításokban megjelentek, mielőtt még detektáltátok volna, hogy tényleg ott van. Valójában így van, igen. Hát ez volt az oka, amiért aztán később ezeket a képeket, amit megtaláltuk a holdat, elkezdtük nézegetni. Hogyan megy ez, hogy ezeket a képeket hol lehet? Letöltitek az internetről? Ez a Hubble űrtávcsőnek az archív képei, ami megtaláltuk. Igen, hát ez valójában ennél egy hangyányival bonyolultabb, de benne van az internetben. Tehát letölthető, bárki oda mehetne és letölthetni ezeket a képeket. Ezek a mérések, ezek tipikusan egy évvel a mérés után válnak publikussá, tehát bárki számára hozzáférhetővé. Beszéljünk egy picit az égitestről, az anya vagy apa égitestről magáról. Ez ugye egy törpebolygó, tehát akkor az a Plutóval egy kategóriába esik? Nagyobb, kisebb a Plutónál? Ez egy kicsit kisebb, mint a Plutó. A Plutó az olyan 2300-400 km átmérőjű, ez olyan 1500-1600 km átmérőjű. Mekkora a hold, amit láttok? Illetve itt most itt állunk a poszter mellett, és négy képet mutattok, amik elég pixeles képek. Nincsen jobb kép róluk? És olyan 10, megszámoltam az előbb, 10-valahány pixelnek számoltam az anyaégitestet, és 1-2-3 pixel a hold, tehát ez pár száz kilométeres? Ez pár száz kilométeres, így van. Mit tudunk a felszínéről? Nem sokat. Igazából az OR-10-ről sem tudunk rettenetesen sokat. Azt tudjuk róla, azért különleges, mert ez a legsötétebb törpebolygó, amit ismerünk. Az összes törpebolygó, ami hasonló méretű, annak sokkal világosabb a felszíne. Ez egy, hogyha most itt a Földön lenne belőle valami, ami olyan, mint az ő felszíne, az egy nagyon sötét széndarab, vagy valami hasonló lenne nagyjából. Tehát holdhoz hasonló? Hát igen, a holdhoz hasonló lenne a... Hogy nincsenek rajta jegek? Itt jegeket várna az ember. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Erre nem tudjuk a választ. Mi a jövője ennek a kutatásnak? Beadtunk egy távcsőidő kérelmet a Hubble űrtávcsőre, remélhetőleg fogunk tudni méréseket végezni. Azoknak a minősége ennél nem lesz jobb. Remélhetőleg a holdat több pozícióban fogjuk rajta látni. Ha több pozícióban látjuk a holdat a szülő égitest körül, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy milyen ennek a holdnak a pályája, és meg fogjuk tudni mondani, hogy mekkora a keringési ideje. És ha meg tudjuk mondani a keringési idejét, akkor abból ki fogjuk tudni számolni, hogy mekkora ennek a rendszernek az ösztömege. Hát és mivel, hogy itt a tömegnek a nagy része az a anya égitestben van, ezért azt is meg fogjuk tudni mondani, mint hogy ugye a méretét egyéb mérésekből ismerjük, hogy mekkora ennek az égitestnek a sűrűsége, ami egy nagyon fontos jellemzője ezeknek az égitesteknek, de ebből lehet arra következtetni, hogy milyen az ő belső szerkezetük, illetve hogy milyenek voltak a keletkezésének a körülményei. Minden ilyen égitest az egy ilyen mozaik, egy ilyen kirakós játékban, hogy a kisebb méretű égitestekből hogyan jöhettek létre a nagyobb méretű égitestek. De ez a 2007 OR-10-hez hasonló égitestekből tudjuk kikövetkeztetni. Ez milyen messze van tőlünk, vagy milyen messze van a Plutó pályájától? Ez nagyon messze van, 85 csillagászati egység távolságában, praktikusan háromszor olyan messze van, mint a Plutó. Ez nem egy űrszondás küldetés lesz? Hát minden esetre az űrszondának jó sok ideig kellene mennie. Hát háromszor annyi idő alatt, mint amennyi idő alatt a New Horizons eljutott a Plutóig, el tudna jutni ide is. Valószínűleg elég nagy probléma lenne hazaküldeni innen az adatokat a jelenlegi technológiával. Ez már nagyon messze van. Mennyire van meg nektek most ez a hold a kutatói közösségen belül, tehát hogy mennyire exkluzív a ti privilégiumotok a továbbiakban, hogy ezzel a holddal foglalkozzatok? Hát
nem exkluzív, ugyanúgy, ahogy ezekhez az adatokhoz, amikkel mi megtaláltuk a Holdat, bárki hozzáférhet, hát tulajdonképpen bárki végezhet bármilyen mérést ezzel a Holddal. Hát annyi az előnyünk, hogy ugye mi már beadtunk egy távcsőidő pályázatot a Hubble űrtávcsőre, mielőtt még itt a poszter megjelent volna, tehát hogy a tudományos közösség tudomást szerzett volna arról, hogy létezik ilyen. Ennyi előnyünk van. Ennek a bírálata az nagyjából egy hónapon belül várható. Ki fogja elnevezni? Nem mi fogjuk elnevezni, ugyanis a 2007 OR10-et sem nevezték még el. Ugye ez a legnagyobb névtelen égitest a külső naprendszerben. A névadás joga az Max Schwab és Mike Brown privilégiuma. Ők voltak a felfedezői ennek az égitestnek. Valószínűleg érdemes, ha lehet nekik egy tanácsot adni, akkor érdemes olyan nevet választani, hogy utána a Holdnak is könnyen lehessen nevet adni. Ugye például az Eris esetében ott az Eris disznómia az anyalánya kapcsolatban van egymással a fő égitest és a Hold, tehát valami hasonlót azt valószínűleg ide is érdemes, hogy lehessen hozzá egy megfelelő társat választani. Kik vannak benn Magyarországon a kutató csapatban? Láttam, hogy Szegedi egyetem vagy kutatóintézet is feltűnik a affiliációk. A névsor az úgy szól, hogy Marton Gábor, Kis Csaba, John Stansbury, ő a Space Telescope Science Institute-ból, az Egyesült Államokból, Vinkó József, félig Szegedről, félig a Konkoli intézetből, Balogh Zoltán, ő a heidelbergi Max Planck Institut für Astronomieban dolgozik, José Luis Ortiz, a granadai obszervatórium, Pál András, aki szintén a Akadémia Csillagászati Intézetében, és Thomas Müller, aki pedig a Garhingi Max Planck Institut für Extraterrestrische Physikben dolgozik. Akkor lehet azt mondani, hogy ez az égítés az egyetlen Hold, amit magyarok fedeztek fel. Az első magyar felfedezésű Hold szerintem. Nagyon nagy valószínűséggel az első magyar felfedezésű Hold, igen. Felfedezés.